A fekete kisasszony, magyar népmese. Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom merre volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy király, annak a királynak 12 fia. Ez a 12 fiú mindig együtt járt, és különösen az erdőben szerettek bódorogni. De akárhányszor mentek az erdőbe, mindig találkoztak egy őszöreg emberrel, aki megállította őket, és mind azt tanácsolta nekik. Fiaim, ne járjatok mindig az erdőben, menjetek egy kicsit világot látni. A fiúk elmondták otthon az édesapjuknak, hogy mit mond nekik mindig az öreg ember, de a király nem akart elengedni őket. Hanem az ősz öreg ember csak mindig elébük állott, ha más erdőbe mentek is. Ismét csak azt tanácsolta, menjenek el világot látni, mert különben nem lesz jó vége a dolguknak. Nem tudtak nyugodni az öreg embertől. Addig beszéltek hát az apjuknak, míg el nem engedte. Hát menjetek Isten hírével, lássatok világot! Lóra ültek, s mentek világgá. Az első nap egy erdőben este lettek el, és ott az erdőben találtak egy kastélyt. Nem kérdezték, ki lakik a kastélyban, bementek egyenesen. Végigmentek a szobákon, hát épp 12 szoba volt, minden szobában egy ágy megvetve. Egy szobában pedig az asztal felterítve éppen 12 személyre, és tele volt az asztal mindenféle drága enni és innivalóval. Volt a kastély mellett egy istálló is, abban az istállóban épp 12 lónak hely, minden ló számára széna zab bőven. Bekötötték a lovakat, szénával, zabbal jól ellátták, aztán visszamentek a kastélyba, letelepedtek a terített asztalhoz, ettek ittak, vígan voltak, mikor aztán elálmosodtak, szépen lefeküdtek. Éjfélkor a legidősebb királyfi fölébred valami szóra. Hallja, hogy valaki szólítja a nevén. János, gyere ki! Fölkel a királyfi, kimegy az udvarra, s hát ott egy leány talál, akinek olyan fekete az arca, mint a korom. Mondja a lány. Ne ijedj meg tőlem, te királyfi, hogy ilyen csúnya fekete az arcom. Király lánya vagyok, éppen 11 testvérem van, mint neked. Egy boszorkány rútította el az arcunkat, és megátkozott, hogy addig az arcunk meg se fehéredjék, amíg 12 királyfi ebben a kastélyban 7 esztendeig, 7 hónapig, 7 hétig, 7 napig, 7 óráig itt nem lakik, és ez alatt az idő alatt a kastélyból ki sem mennek, meg sem házasodnak. A fekete lány többet egy szót sem szólt, eltűnt, mintha föld nyelte volna el. Mondja reggel János királyfi az öcseinek, hogy mi történt vele az éjjel, de az öcsei azt mondták, hogy ez a 12 leány, mint az Isten angyala volna, még akkor sem maradnának ilyen hosszú ideig. Egyszerűen fölnyergeltek, s mentek tovább, csak János maradt ott a kastélyban. De még ki sem értek az erdőből, elállotta az útjukat 12 farkas, nem bírják széjjel venni, elkergetni, szégyen szemre vissza kellett, hogy menjenek a kastélyba. Hanem ugyanoda visszamehettek, mert akkor már sem maguknak, sem lovuknak nem volt sem étele, sem itala. Azzal kellett beérni, amit bátyjuk adott magáéból. Másnap reggel ismét neki készültek, legyen éjszakadás, földindulás, történjék, akármi. Ők tovább mennek. De ahogy kimentek a kastélyból, mind a 11 fiú kőbálvánnyá változott. Egyedül maradt János királyfi a kastélyban, élő ember nem volt rajta kívül, de honnét nem, étel ital bőven volt neki is, lovának is. Így telt esztendő után. Mikor aztán még csak 3 nap volt hátra, bejött hozzá este egy fekete kisasszony, s mondta neki. Hallod-e te, János királyfi? Ma éjjel eljönnek hozzád az ördögök, a 11 öcsét képében, hívnak, csalogatnak téged mindenféle szép szavakkal, de te ne is hallgass rájuk. Amikor látják, hogy nem mégy velük, megkínoznak, sanyargatnak, mindenféleképpen, de te szenvedd el azt is. Csak ugyanúgy volt, hogy a fekete kisasszony mondotta. Eljöttek éjjel az ördögök, körülfogták, hívták, csalogatták. Gyere velünk! Te bolond, ne maradj itt! De János királyfi egy szó nem sok, annyit sem szólt. Akkor aztán megharagudtak az ördögök, s úgy megverték, hogy csontja is ropogott belé.